A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 2015-ös megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a szakképzés tartalmi fejlesztése mellett az infrastruktúrális feltételek javítására is. A centrumhoz tartozó 10 tagintézmény különböző műszaki állapotú és felszereltségű épületekben működik 15 telephelyen, Nyíregyházán, Tiszalökön és Tiszavasváriban. Több intézménynél is fejlesztett, vagy most fejleszt a centrum. Ez egyrészt költségvetési forrásból, másrészt a fenntartó nemzetgazdasági minisztérium úgynevezett miniszteri döntésen alakuló támogatást biztosít, és ennek keretében vagyunk most itt az incériben, egy közel 90 milliós felújításnak a végére értünk, és átadási ünnepség van. Másrészt különböző pályázati forrásokhoz is hozzájutunk, ennek keretében most a bankiban van egy energetikai korszerűsítéses 200 milliós kehopos forrás. Az átadó ünnepségen elhangzott, a városvezetés is kiemelt figyelmet fordít az oktatás-nevelési intézmények felújítására. Tavaly év végéig 4 iskolát, 9 óvodát, 3 bölcsődét, 3 kollégiumot újítottunk fel, és ugye ez már a következő csomag elindult, közt a szakképzési centrumhoz tartozó Sipkai és a Vásárhelyi és ennek a 4 iskolának a része. Nagyon fontos, hogy jó körülményeket teremtsünk a tanuláshoz, diákoknak, pedagógusoknak. A jövőnkről van szó, és nagyon örülök, hogy az állami fenntartás működtetéssel a kormány is partner, nem állt meg ez a folyamat, és kiemelném, hogy a szakképzési centrummal pedig kiemelten jó a kapcsolatunk. Az incédi festő, mázoló, tapétázó tanulói is hozzájárultak az intézmény szépítéséhez, több tantermet ők festettek ki. 5 tanterem festésében vettem részt eddig, és nagyon örülök neki, hogy részt vettem, mert ezzel gyakorlatot is szerezhettem, és egyben a saját iskolámnak dolgoztam. Nem csak a tantermeket festették ki az incédinél, hanem többek között felújították az épület homlokzatát, a vizes blokkokat, és kicserélték a nyílászárókat.